A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is csengő hangú fiúk énekével telt meg a levegő az egri törvényszéken. Az egri érseki fiúkórus előadásában a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dalok csendültek fel. Az énekkar 2011 óta színesíti Eger és környéke zenei életét, ünnepeit, rendezvényeit. Tavaly a Magyar Kultúra Napja alkalmából adtak nagy sikerű koncertet Shanghaiban. Jövőre Amerikában szeretnének turnézni. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk már a turnén és annak megvalósításán. Reméljük, hogy minden összejön és sikerül a 2020-as évben kijutnunk, hanem akkor semmi gond, akkor következő évben, és ehhez szeretnénk egy önerőt biztosítani a kórusnak, egy kis zseppénzt, egy kis biztonságot, és tavaly december óta az alapítványi számlánkon erre a célra gyűlik a pénz. A kórus vezetője szerint a zene varázsa minden pillanatban körbevesz minket, nem csak próbán vagy koncerten, hanem egész életünkben. Ezt a gondolatot vallja az egri törvényszék elnöke is, aki szeretné, ha a jövőben a bíróság épülete minél több kulturális programnak adna teret, úgy, mint a két világháború között. Én úgy gondolom, hogy a bíróságnak van egy olyan funkciója is, hogy támogassuk a kezdeményezéseket. Tehát akár egy előadói estre, egy koncertre alkalmas a termünk. És egyébként egy méltó környezet egy kulturális esemény megrendezésére. A rendezvényen közreműködött Hegyesi Hudik Margit énekművész, Bajzát Linda zongoratanár, Hibai Éva magyar-finn fuvola művész, zenepedagógus és Tóth Levente a Gárdonyi Géza Színház művésze. A helyszínen a zeneszerető közönség támogatásának köszönhetően 462.000 forint gyűlt össze az egri érseki fiú kórus javára, amelyet további felajánlások egészítenek majd ki.